Ha téged is érdekel a fény és látványtechnika, akkor látogass el erre a weboldalra. Megtalálsz mindent, ami kellhet ahhoz, hogy elérd a kívánt látványt. Spot, beam, bosch, par, és még sorolhatnám, mennyi típusú lámpa kapható itt. Vannak komplett szettek is. Ha esetleg lézert és hozzávaló füstgépet keresel, azt is megtalálod a kínálatban, de akár akus parlámpákat is tudsz venni. Az itt megvásárolt termékekre egy év garanciát ad az áruház, és van telefonos support is, ha esetleg elakadnál a beüzemelésben. A videót a fintechnikashop.hu támogatta. Ez lesz itt a Koronita sátor. Itt most jelenleg három helyszínen zajlik a hangosítás is, meg a programok is. Hát szubból azért van itt is bőven. Meg tök jó ilyen lineri JBL motyó. Itt is héter, hát a héter az héterna. Jaj, de fáj a fogam ilyen emelőkre. Ez is pacekú meg van oldva. Hatalmas LED fal. Itt is 6 darab héteres. Hát ez is ugyanaz a kínai echte, ugyanaz. Még a gombok is, meg minden. Jó, meg van már a lencséje mattulva. Látom, egy Avolite vezérlő van, de mindjárt megnézzük. Sima Niftek színpadelem. Egy békebeli kojtgép, de szerintem kikojtolja még a szúnyogokat is. Passzív rendszer. Ez a kis pici, ez szerintem majd a monitoré lesz, csak még ott van. Nézzük meg, mi van itt. Crown végfokuk, hát nem az, amit korábban bemutattam, az a fajta. Soundcraft keverő. Szép darab békebeli. Showtech, bocsánat, nem a Avolite. Majd talán megnézzük ezt is. Meg van itt egy dimmer. Asszem. Vagy valami ilyesmi. Ja, nem a LED vezérlőnek a... vagy a LED falnak a vezérlője, de hogy dimmer. LED vezérlő. És itt gyakorlatilag itt ennyi. Még egy monitor szekció. És így az ennyi. Na nézzük meg, mi zajlik kint. A pont ugyanilyen 18-as Martinokra fáj a fogam, mint ami ott szól. Mindjárt körbenézünk majd ott az autó környékén is, meg megnézzük a main stage-et is. Megmutatom nektek a nagy színpadot. Ez már most a második nap. Egy napi nap zenéltem, úgyhogy nem sok időm volt videózni. Ide mindjárt be is nézünk majd a színpad mögé.
kibufogunk. Ez de jól néz ki. Wow. Ez tetszik. Nézzük meg ezt így nem föntről a színpadról. Kicseréljük valami másra a zenét. Mindjárt keresünk ide valami baráti muzsikát. Nem tudom kinek a pendrive van itt éppen bent. De ez most így ide nem igazán jó. Valami mix kéne. Maxi promók. Na mindjárt ezt átkurkászom. Na egy kicsit baráti cuccot raktam be. Nézzük meg mi van. Minden JBL. Bocsok jól szólnak ezek a... Az igen. Így készül a hengerfejesség. Tehát. JBL minden. Dupla 18-asok, mocsok jól szólnak. Fönt, éter, meg valahányszor valahányos vasok. Elő szintén valahányszor valahányos vasok, meg van itt fönt olyan stroboszkóp, hogy nem tudom miféle stroboszkóp, de tegnap este mikor zenéltem, bepergették, majdnem leszédültem a színpadról. Van itt egy szub egy toppal, ez nem tudom milyen szub, de ez is elég jól szól. De mindjárt megmondom nektek, hogy milyen szub. Hát ilyen. Szemből így néznek ki ezek a szubok. De látok, már ezek besincsenek kötve. Hey! Mi értelme van így elhelyezni, ha nincs is a középső bekötve? Hol a másik oldalán? Mi a fene? Ilyet még nem is láttam. Baszki! Ja! Hát ez ki van találva, gyerekek? Ez ki van találva? Jó, hát akkor hülyeséget beszélek már megint. Jó! Ez nagyon jó! Papírforma szerint mennyire mennek ezek le ezek a ládák? 15 ember, az brutál! Miről vannak hajtva? Mi az? Crown? Vagy mi a fene az Crown? Ha? Egy, de szép színes kijelzők vannak rajta. Crown cuccok ott is, meg itt is, meg van egy kemci szem. Működnek most a lámpák? Nincsenek. Hadd próbáljam már, én még sosem nyúltam ilyenhez. Mutassátok meg, mi micsoda. Itt a frontvilágítás, az első hidunk. Itt a hátsó világításnál a lámpákban, a kifejesek, meg a gémek. Vízben meg van fáros felülete, van itt a felülete mozgások, ilyen felülete mozgások. Van hozzá
van hozzá olyan világ, mert még ide van, amikor itt a saját mozgások. És miért jó az, hogy felét itt húzogatod, felét meg itt húzogatod? Nekem is a húzó idő. Ja? Ja, értem. Akkor most, hogyha itt ezeket húzkodod, akkor mindegyiknek a dimmerjét tudod állítani. Zseni. Hú, de finoman mozog a potia. Ezek a tekerőkék? Viszont programozásról játszanak szerepel, meg itt lehet változtatni, hogy melyik oldalon szeretnék menni. Ja. De ugye azoknak akkor van szerepel, aki választott a beameket, és akkor pozícióba, vagy mondjuk a színnél áfasztja melyikben. A beamnél valaszol, és igen. Akkor itt tudod állítani. Aha. A prismának a forgatása van benne, a frostlencse. Ja, hogy ezt személyre tudod szabni, hogy ez a tekerentyű, ez mit csinálja? Nem. Ez nem tudom személyre szabni, ezt a pultok meg mutatja, hogy melyikhez van. Aha. És ha befejeztem a programozást, ez a tír gombbal kilépett minden. Van egy hosszabbító, húzabbító. És most ezek? És most valamiért elmegy. Ezt kaptátok az áron. Nem lehet húzva innen egy hosszabbító vagy valami? Ja, ezekre fel van ütve egy-egy kéz. Se. De ha még nyomod, addig azt csinálja. Értem. De ez a párosnak a dimmere százon, ez a párosnak a dimmere százon. Aha. Ez van a stroboszkó. Az zseni, a szájnapos az a stroboszkó. Éppen az előbb mondtam a videóban, hogy tegnap, mikor fönt zenéltem, azt elkezdtétek veretni, majdnem leestem. Úgy szédültem tőle, mint az áll. Volt csak jó. Jó, hát gyerekek, most már nyomkodtunk ilyet is. Nagyon jó. Itt az Exit-klubban van a pozíciómmal, itt van a Siemens-hez. Aha! Ahova tapanyolsz, oda be van egy-egy kép ütve, és ő oda megy. Végül is ezt így elnézve nem van bonyolult, csak mikor ezt meg kell csinálni. Ezeket te raktad rá, vagy te csak nyomkodod? Akkor te ehhez értesz? Hát tanítsál már meg, baszik! Király! Finom kis szerkezetet, tetszik. Csóró lámpák mit érezhetnek most ott föntét? Belegünk van szerintem. Majd a sokkoló kapcsolválnak. Nem, 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 nem. Tudom, mondtátok tegnap. Mondtátok tegnap. Hát ez a kis laptop, ez mire való? Ja, erről játszatok be zenéket? Meg erről van a... Erről beledveik a rendszer. Ja, a processzornak a... Ebben itt ugye a rendszerbe az állapotát. Aha! A kétfutat... A belegyűváltás írja... Itt írja, hogy melyikor az adott egyet erősíti mondatát. Az is, de király! Ezek itt világítanak, vagy csak úgy tűnik? Ja, és akkor te tudod és színezni. És egy más funkciója van. Aha. A kék az az effekt, ezeknek a része az ilyen zsászívű, az a bejátszám, a Tereus csatornában van benne kettő, összesen két csatornányi jack. Aha. És akkor Stereo 1-2, Stereo 3-4. Oh. A szub az meg ide külön ki van téve, a Mi 14-es. Akkor itt tudom beletolni az egész. Ilyen járni, ez elegy. Milyen jó látni, hogy ugrálnak a potik. Király. Ott valami zenekarnak a prezettje volt, mikor ott felment a sok... Ez itt a monitorok, szóval már öreg a pult. Felállítjuk nullába az egyiket, és ugyan visszamászik. Aha, nem tudja már a poti, hogy hol van helyileg. Na, még most majdnem helyére is. Aha. Na nem új már. Vannak a
amit fej, ez a közelebb lévő, mit jelenti az a középség, mit számít távolabbi, mit még a szintén a két belső, ez a visszat a az a szub is elég jó, az tegnap küldte rendesen, azt tetszik, jó mélyre lemegy az is. Szerint a srácoktól kaptam egy tök jó kis gyors talpalót a Kempszisről. Gyorsan akartam mondani. Most körbenézünk, hogy erre mi a helyzet. Itt van egy VIP rész. Ez is szépen kialakítva. Azért egy ilyen fedésre már fölemelkedne a sorompó rendesen. Nézzünk szét az autóknál, mi a helyzet. Erről vannak itt szép autók. Mindjárt megnézzük a drift arénát is, mert amúgy van itt ám nekünk drift arénánk is. Van itt minden is. Tű, az is jó néz ki. Pokoli a hőség, gyerekek, 38 fok van. Rajta a kályocsi. Azért azt mondom, gyerekek, hogy ez a Golf, a 4-es Golf még a mai napig megállja a helyét formaügyileg, mert egy szép forma, szépen öregszik, ha lehet így mondani. Jön is egy Honda. Az ANTS-en, mikor bezártak, akkor minden kocsi elkezdett így dúrogtatni, azt ott mondta az egyik srác. Hát, végül is 3 perc alatt is lehet hengerfejes egy kocsi. Milyen jól néznek ki ezek a verdák. Mi pénzt ráölnek arra, hogy ez így nézzen ki, gyerekek? Meg gondolom itt elég soknak van forgalmia is. És talán többbe kerül az, hogy ennek papírja legyen, mint az, hogy ezek a kocsik így nézzenek ki. Hú, ez milyen japán style ezzel a hatalmas nagy szárnyal itt. Meg mi zajlik itt? Valami. Árpi, itt mi történik? Kipufogó. Ja. Kipufogó hangnyomás van. Azért dúrognak itt ennyire. De már én nem hallom. Mit szóltak hozzá, hogyha ezzel a néhány autóval, ami még jelentkezett a kipufogó hangnyomás versenyre, lemennénk a drift arénába, és akkor ott folytatnánk, és ott tartanánk meg. Hát akkor menjünk le most, gyertek! Induljunk meg, mint a tanya hátulja. Van itt valahol egy kurva hangos kocsönben nagy hangtechnika van. Egy Volvo. Nem tudsz róla? Nem tudom. Azt keresem én. Akkor megy a driftolónál, és innen jött az lemet. Micsoda? Fogalmam sincs. Ugye ott vártam a kérdezőre, hogy Halihó. Szia. Rádiáról ismerlek. Leszakadt a dobhártyámba.
Egyszerűen nem értem ezeknek, hogy nem nyílik szét a kipufogójuk. Egy ilyen drift aréna rész. Ahol most kipufogó hangnyomás verseny fog lezajlani. Amit én most nem tudok megvárni. Mert hogy én hamarosan megyek innen tovább egy másik rendezvényre. De egyébként lesz egy drift is, lehet beülni autókba, elviszik a nézőket, szóval tök király. Jaj, de szép vagy. Csórógépekre amúgy is rohadt meleg van. Ez meg így konkrétan erre van kihegyezve. Körbenézzünk még elől, mi a helyzet. Csak hogy teljes képet kapjatok, hogy mi zajlik itt. Van a kemping rész a résztvevők számára. Este ez itt nagyon hangulatos, végig fényfüzérek vannak ide fölrakva. Rohadt jól néz ki, mind ilyen meleg-fehér. Valamelyik kocsiból szól a zene? Hát az elég jó akkor. Valószínű. Király. Nagyon jó. Kurva hangulatos. Micsoda buli megy itt három napig. Tök király. Itt vannak a bökők. Egy szép bizsuli. Lacikám! Sziasztok! Cső! Vannak itt motorok is. Nesze racimo! Itt meg végig ezen a soron, itt arrafele, tele van árusokkal, mindenféle cuccal. Éjszaka itt is fönt látjátok ezeket a füzéreket. Azt hiszem 2 kilométer, vagy 2,5 lett kifeszítve. Van itt barbershop is. Erről jövünk be a rendezvényre. Itt is van egy hatalmas LED fal egyébként. Mindjárt megmutatom nektek. Na, IBC tartálya rögzítve. Ez egy tonna. És itt van egy hatalmas LED fal, ez fogadja az érkezőket. Kurva. Én nagyon hajlok afelé, ott van kint egy haligali, hogy én arra felüljek. Mert hogy imádom azt a haligalit, gyerekkorom kedvenc. Hát akkoriban még az volt, meg UFO, de azokat utáltam világ életembe. Akkor jöttök be, akkor így ez látszódik. Itt van a kapu, ez is LED fallal körbe rakva. Ezt meg sem mutattam, de buta vagyok. Pedig ez is egy szép teremtmény. Megmutatom nektek. Imádom, imádom. Ez a kedvencem. Az összes közül. Ez a bejáratunk.
úgyhogy egész szépen össze lett pattintva. Ez a terméknév. Na jó, gyerekek, azt hiszem körbe mutogattam, hát most sajnos a estét nem tudom megmutatni, hogy éjszaka hogy néz ki. Kár, hogy tegnap nem tudtam videózni, de úgy pörgött az esemény, meg úgy videózgattam össze, vagy zenélgettem össze-vissza, itt-ott-ott, hogy nem volt időm rá. Nézzenek oda!